Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Kóger István, a Fehérvári Titánok vezetőedzője, egykori kiváló válogatott jégkorongozónk, úgyhogy talán nem árulok el nagy titkot az, hogy leginkább jégkorongról fogunk beszélni. Azért mondom, hogy leginkább, hiszen az ő életútja, pályája olyan, hogy nagyon sok minden belefért, ez ki fog derülni, azt hiszem, szervusz, köszöntelek. Szervusz, üdvözöllek. És én magam egy olyan bakancsra szerelhető koris világba születtem bele, 1960-ban, teszem hozzá egy faluban, ahol az erdőben vágtuk a botokat, és vártuk, hogy a kanál is kijöntsön egy kicsit, hogy is befagyjon, és akkor korcsolyázhatunk. Hát talán ezért nem is lett belőlem sem jégkorongos, és azt hiszem a közvetlen környezetemből sem, senkiből. Azért mondom ezt, mert hogy ugye 1964-ben születtél, én vagyok a kor elnök 60-as születésüként, és tehát körülbelül hasonló korban. És akkor lettél jégkorongos, úgy választottál sportágat, amikor ez még nagyon-nagyon nem volt divat, ha úgy tetszik, hiszen ma alapsportággá nőtte ki magát. Beszéljünk a sportágválasztásodról. Mennyire volt ez tudatos? Hát igen, először is örülök, hogy ez most már alapsportág, ez a jégkorong. Talán nem is a sport iránti vágy volt az, ami elindított engem annak idején, hogy én csak pár év van köztünk, de én azt a, azt a befagyott tavi ágból kreált bot időszakot átlépve nekem. Ugye az első jeges élményem az, amikor a Székesfehérvári műjégpálya megnyitott tulajdonképpen. Én Székesfehérvári születésű Székesfehérvári lakos vagyok, az Öreghegy lábán áll a papagáj tér környékén nevelkedtem, nőttem fel, ott volt egy jó kis baráti társaság, akik igazából a, a kerékpárversenyzés és a, és a, és, a, házak közötti élettel töltöttük a, a fiatalságunkat és mint sport, a kerékpározás volt, aki választott a, a, a lehetőség. Ott az akkori videóton SC szakosztály elnöke, Szegfő Lászlónak hívták, Laci bácsinak, a, a, az otthonában volt a szertár, oda voltak a versenykerékpárok felakasztva, oda jártunk nap, mint nap, és akkor onnan jártunk a Csalai úton edzeni, vagy éppen amerre az adott napi penzón volt. És amikor megnyitott a pálya, akkor ugye Mocskai Gábor rendezett egy tehetségkutató akciót, és ezek a biciklis barátaim figyeltek fel erre a dologra. Volt köztük egy-kettő, aki már azért ugyanúgy, ahogy te is, ők is túl voltak az első korcsiás lépéseken, és hát mondták, hogy menjünk le, mert milyen jó buli én nem tudtam korcsiázni, sőt, nekem korcsiám sem volt még akkor. Az volt a szerencsés helyzet, hogy a nővérem Svédországban élő rokonainktól egyszer kapott karácsonyra egy fehér műkorcsaját. Méretben úgy még nagyjából pont jó volt, és hát persze én sem akartam kimaradni a jó buliból. Elmentem a srácokkal én is a, a műjégpályára, a tehetségkutató akcióra egy fehér műkorcsajában második, harmadik alkalommal már ugye, ugye, a fogakban kapaszkodva próbáltam én is szaladni a többiek után a jégen, és akkor emlékszem, az Ocskai Gábor mondta, hogy hát tulajdonképpen ez a 65-66-67-es korosztálynak lett meghirdetve ez a tehetségkötató akció, én pedig ugye 64-es vagyok, meg hát ahogy látszik korcsiázni, se nagyon tudok, meg korcsiám sincs, tehát nem bánja, ha nem jövök többet, de természetesen nem tanácsol el, mert akkor nem volt még olyan létszám, hogy, hogy, hogy bőven válogathatott volna. Én pedig ambiciózus voltam, és persze a, a haveri társaságból sem szerettem volna kimaradni, és jöttem következő alkalommal is, és aztán emlékszem, hogy rá mondjuk egy, 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 hónapra, másfél hónapra rá, épp a Gábortól kaptam egy, akkor egy Botasz márkájú használt kis korcsiját. Lehet, hogy épp az övé volt sajátja előtte, vagy, vagy valaki, arra már nem is emlékszem pontosan, de az nagyon nagy dolog volt nekem, hogy az edzőbácsitól, Gábor bácsitól én kaptam egy korcsiát, ami azt jelentette, hogy bizonyára, hogy, hogy most már örül neki, hogy itt vagyok, és szeretné, hogyha ha akár egy picit többet is jönnék, és előrébb tudnék lépni, úgyhogy... A, abban gondolom egyetértesz velem, hogy azért a kerékpársport nagyon sokat segít, hiszen ahogy most nézzük, ugye a gyors példák vannak arra, hogy a nagyszerű kerékpárosok is, a lányoknál mindenképpen. Így van, hiszen így van. a zombizmok a vádli egyéb, tehát ez sokat segít. Gyorsan megtanulták korcsolyázni, nem mondd, hogy nem, mert tudom, hiszen Igen. alig voltál 16 esztendős, amikor már az ifjúsági válogatottban szerepeltél világversenyen. Az Azt hiszem, hogy ez mindennél többet mond, hogy négy esztendő, 12 éves voltál, amikor korcsolyát húztál a lábadra, Igen. és 16 esztendősen már a korosztályos válogatott voltál. Én, aki azt mondom, hogy én ugye a, a fetiszovékon nőttem fel, Sádrin Mácev Jakusev, Mihálylov, Petrov, Harlamov, az oroszat, Rettyák féle, a Ragulint, még a Ragulira is emlékszem. Igen, igen. Mindig csodálattal figyeltem, és soha nem gondoltam volna, de erről majd később, hogy a, a magyar égkoron oda jut, ahova jut elsősorban nektek köszönhetően. De beszéljünk az ifjú válogatottságról. Ki fedezte fel a tehetségedet, ki tudott annyit segíteni neked, hogy esztendők alatt eljuss válogatott szintre. Ez egyik oldalon tehetség, mondom én, a másik oldalon pedig szorgalom. Hát igen, ebből adódóan, hogy azért én későn kezdtem a jégkorongot, a korcsia tudásom, a korcsa technikám az soha nem tudott olyan igazán jó lenni. Viszont azt gondolom, hogy meg volt a megfelelő kézügyességem, meg volt a megfelelő játékintelligenciám, térlátásom, kreativitásom ahhoz, hogy, 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 mégis ebben a sportban hasznos, hasznos, tagja tudtam lenni mindig a csapatnak. Center pozícióban voltam, tehát én inkább ugye segítkeztem a védekezésben, a támadások kiindulásán, már jól szerveztem a játékot, azt gondolom, hogy jó meglátásokkal, kézügyességgel tudtam pótolni a, a, a korcsai hiányosságot. És azért Persze még szerencsésebb helyzetben voltam azért, mint a mai srácok, mert azért nem volt akkora merítés. Magyarországon ugye a, a ékorong egy nem túl nagy bázisból válogathatta ki a, a, a nemzeti válogatott, de természetesen Budapesten jó néhány csapatból válogattak. És, és az volt a nagy megtiszteltetés, hogy én voltam először vidékről, tulajdonképpen a, a magyar válogatottban, ugyanúgy az ifjúsági válogatottban, később a junior válogatottban, hmm. aztán még a felnőtt válogatottban is, mint vidéki játékos Ez, Ez a helyzetben. Egy legendás korosztályot tiétek is, hiszen a, a, utána volt némi szünet, mondom én, nem megbántva senkit, és utána jöttek csak a Palkovicsiek, Kis Csicsó és a többi. Beszélj erről a korosztályról, hiszen ha nem is értetek el olyan hangzatos sikereket, mint a maiak, de megteremtettétek az alapot, mondom én. Igen, azt gondolom. Mert ugye attól függetlenül, hogy ez a Székesfehérvári dolog akkor indult a Fehérvári pályával, ez az egész tehetségkutató akció akkor indult itt Fehérváron, azért Magyarországon volt már jégkorong, azért Budapesten volt három-négy csapat, és ugye már volt a Volánnak is csapata, ugye az akkori Volán. Tröszt fenntartott egy csapatot, aztán mi, mint a 14-es számú volán lettünk a Székesfehérvári volán, miután a vezetőség úgy döntött, hogy ugye a Fehérvári pálya kapjon egy csapatot, és erre a volán, akinek Székesfehérváron is volt érdekeltsége, volt a legkézenfekvőbb, de azért előtte, az én előttem lévő generációk azért magukhoz és a lehetőségekhez mérten azért megvolt a maguk szintje. Persze nekünk nem volt fedett pályánk még akkor, keveset voltunk egy évben, égen, négy-öt hónapot tudtunk égen lenni. Nem nem nagyon volt azért fizetés, akkor a játékosok mindenki tette a saját dolgát, próbálta fenntartani magát, ellátni családját, egzisztenciát kialakítani, és hát persze mellette bozaszon szóval szerették ezt a sportot, és igyekeztek minél magasabb szintre juttatni. Tehát ezért, ahova én becsöppentem fiatal játékosként, ugye a felnőtt csapatban 17, 16, 17, 18 évesen, ugye a, a Kovácsi Petiékhez, a alékhoz és jó néhány játékos tudnék említeni még, azért az egy komoly csapat volt, és oda azért bekerült számomra egy nagyon komoly rang volt, és hát természetesen... Mindenféle értelem. Felnéztem rájuk, azért a palatóni, nem véletlenül lett később az Ocskai Gábor is 19-es, a palatóni volt előtte 19-es, és a Gábornak nagy példaképe volt a tóni, tehát azért az nem alaptalan, azért oda is oda kerülni az egy... egy Komoly kihívás volt. Három C csoportos VB van mögötted. Igen. Ilyen értelemben akkor ugye nem volt erre mód és lehetőség, hogy feljussatok. A B csoport elérhetetlen messzeségben volt, azért valljuk meg. Így van, Hiszen van. volt összesen 30, azt mondom, olyan felnőtt játékos, aki a keret magját adta. És az első, vagy a második sorból kidőlt valaki, én emlékszem rá, kiába szurkoltunk, kidőlt valaki, akkor nem volt pótlás, hogy jönnek a fiatal Igen. feltörekvő tehetségek. Legfeljebb egy-kettő ennek tükrében elégedett vagy a, a válogatott pályafutásoddal? Kihoztátok magatokból a maximumot? Igen, én azt gondolom, hogy, hogy aztán, amikor én oda tudtam kerülni a felnőtt válogatotthoz, akkor már azért jó néhány év felnőtt bajnokság volt mögöttem, és azt gondoltam, hogy ott már ehhez közel is vagyok. És akkor a Szeles Dezső volt akkor a szövetségi kapitánya a magyar válogatottnak. Sőt, le kaptam egy meghívást, egy idézőjelben bő keretbe, valóban így, ahogy mondott, 31 néhány játékosból válogatták ki akkor a világbajnokságra utazó keretet, és akkor az borzasztó nagy öröm volt számomra, hogy, hogy be tudtam maradni abban a csapatban, a négy sorba be tudtam harcolni magam, és hát felnőtt válogatottként a címeres messz magamra tudtam ölteni, és egy világbajnokságon tudtam hogy a hazámat képviselni, és abban a csapatban részt venni. Tehát ez egy nagyon nagy öröm volt számomra. Tehát aztán én pont az a generáció voltam ebben a 64-es korosztályjal, hogy nekem a harmadik világbajnokságomon már együtt tudtam játszani az akkor 17 éves Ocskai Gáborral és a Palkovics Krisztiánnal, és jó magam is akkor már láttam, hogy, hogy jön az a generáció, aki át fog rohanni rajtunk. Tehát ti voltatok, a, neked a pallatónék, az idősebb csicsó, Nekik pedig ti voltatok azok, akiknek a szintjét el kellett érni, hogy aztán utána túlszárnyaljanak bennetek. Így van, kétségtelen, és azért ez nekik elég hamar sikerült, azért már fedett pályán tudtak készülni egy évben 10-11 hónapot, vagy 9-10-et mindenképp égen tudtak lenni. Ugye aztán jött itt már a, már a külföldi edzők, a Boris jó személyében volt egy, 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 jó orosz edző, aki már ugye nagyon komoly nyári felkészüléseket csinált. Tehát azért régebben a, 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 fizikális felkészítés nem volt olyan szinten. Tehát nekem szerencsém volt így, hogy az előbb említettük, hogy én kerékpároztam, meg volt egy jó vitálkapacitásom, meg volt egy jó alap ahhoz, hogy, hogy, hogy bírjam a hokit, de azért régen nem volt ekkora divat a nyári fizikális felkészülés. Később beszélünk a légiósokról, de azért most most tényleg ességszó róluk. Egyik oldalról a műhely munka. Ugye ott volt Dunójvárosban a műhely, aztán kialakult Fehérváron is. De. Én most Jászberényről kérdeznélek, mert az elmúlt időszakban mindig járt a fejemben, hogy most Puskályovat említetted, hogy jött az az öt, egy, Igen. egy sornyi Igen. Ö, orosz, és kiderült, hogy, hogy ők valami egészen más szintet képviselnek. Ez meglepetés volt számotokra? Tehát egyik oldalról inspirált, hogy van... Ö, Kitől tanulni és mit? botkezelés. Igen, hogy ne, igen. Hát én sosem fogom elfelejteni ezt az első mérkőzést, amikor Jászberényben mi játszottuk a bajnoki mérkőzést a Jászberény ellen, ahol ez az öt által is említett játékos szerepelt. Tehát elkezdődött a mérkőzés, már, már eleve érezhető volt a, a, a korcsia technika, a bot technika, az a kombináció, hogy eleve az a régi Szovjetuniónak a jégkorongja pont a, a kombináción, a csapatjátékon, az egységen alapult, és sosem felejtem el, hogy az első harmad közepén emberelőnybe kerültünk, tehát mi voltunk létszámfölénybe. És hát ott gyorsan megbeszéltük, hogy akkor majd most felállunk, ki lesz a lövőember, és a többi. Hát hozzáteszem, hogy a két perc alatt nem jutottunk át az ellenfél harmadába, és ők úgy álltak fel négyszögben a mi harmadunkba, és úgy járatták a korongot, hogy mi tulajdonképpen nem is nagyon tudtunk abba beleszólni. Tehát nagyon nagy differencia Tehát volt. Ez is egy fontos időszak volt, ami azt hiszem, hogy az akkori magyar égkorunk fejlődésére is hatással volt. És nem egy volt szemben. Ez nem volt cikki. Nem. 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 nem volt cikki. Ráébresztett bennünket, hogy, hogy, hogy hol tartunk. Viszont kézzelfogható közelségbe kerültünk velük, esetenként már ugye azokban a csapatokban a játékosok együtt tudtak edzeni ezekkel az emberekkel, és azért ez mindenképpen meghúzta. Tehát azt gondolom én is, hogy az első két lépés a, a magyar hoki fejlődésében az egyrészt a, a fedett pályák léte, tehát hogy a, a, az évi 10-11 hónapos jégre kerülés volt, másodszorban pedig a külföldi játékosok és aztán majd a külföldi edzők, akik az edzők, akik akik szakmailag nagyon sokat hozzátettek, a játékosok, akik pedig példát mutattak, hogy hogy melyik a helyes út, hová lehet eljutni. Ugye tudatosan készültél a jövődre mindenképpen. De a győrről nem beszéltünk, majdnem elfelejtettem. Hát, hogy ez egy, egy rövid időszak volt. Ez egy rövid időszak volt, de azért egy ősfehérvárinak, aki számára a Kóger egy szent név, ő győrben felbukkanva, az hiszem, hogy ez különleges. Igen, és akkor még azt nem is említjük, hogy azért én nekem egy nagyon-nagyon rövid időszakon volt a Ferencvárosban is. Ugye Én, én itt játszottam a, a fehérvári csapatban, tíz évig szerintem, azt hiszem vagy 9 vagy 10 évig, Igen. csapatkapitány voltam, jöttek a külföldi játékosok, jöttek a külföldi edzők, én még mindig csapatkapitány tudtam lenni, aztán jöttek a fiatalok, ugye a Gáborék, Krisztiánék, akik már ugye a, a, a magyar állomány szintjét megugrották, és én ezt sportolóként. Borzasztó nehezen viseltem. Én a mai napig is edzőként nagyon nehezen viselem álmatlan éjszakákat, és szín szinte dühöt okoz nekem egy-egy vereség. Ezt akkor is nagyon nehezen éltem meg, hogy hogy nekem, nekem most már egy kicsit visszább kellene vonulnom. És Hát itt kialakult egy nagyon komoly konfliktus, akkor épp az a, a Ocskaigából, mint a csapat menedzsere, ő ugye profi menedzserként a csapatból szerette volna a legtöbbet kihozni. Én meg egy kicsit olyan érzelgős, érzelmi dolgokat is próbáltam ebbe a dologba belevinni, és én szinte elvártam azt, hogy igenis, hogy én még itt vagyok, én még akarok ennek a csapatnak a részese lenni. Abszolút emberi dolog. És igen, és de, de bizonyára, hogy ezt azért be kellett volna látnom, hogy, hogy valami olyan területen segíteni akár már akkor is a csapatnak, ahol, ahol igazán hasznos tagja lehettem a, a, csapatnak. Tehát ezt az átmenetét nehezen tudtam megélni, és akkor én kitaláltam, hogy hátamra a zsák, köszönés nélkül ki a pályáról, és én majd még megmutatom, és átigazoltam akkor a Ferencvárosba, egy nyári felkészülést csináltam a Fradival, elkezdődött a bajnokság az első mérkőzésen, a második sorban játszottam, és a sors aztán kegyes volt velem mert nem hagyta hogy 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 ennek a pályafutásnak ne szép vége legyen. Így a második mérkőzésen kaptam egy ütközést egy térszalag szenvedtem és ott úgy gondoltam hogy ez már egy jelzés arra hogy az igazán profi sportkarriert most már a kell félzni, az meg csak át kell Aztán igen felépültem utána a győrbe persze még egy kicsit játszottam de az már igazából. hogy készült levezetés. az edz... nem először is a magánéleted. A... Azok közé tartozol, azon kevesek közé tartozol, hála istennek teszem hozzá, akik tudatosan készültek, készültek a civil létre is. Ugye? Tehát ezt nem titkoljuk. Igen, hát ezt abszolút a szüleimnek köszönhetem én, megmondom őszintén, hogy hogy én egy olyan összetartó és okosan gondolkodó kereskedő családból származom. Anyukám és apukám is kereskedők voltak, édesanyám itt született, vagy édesapám itt született Székesfehérváron, édesanyám Kelebiáról, a magyarországi területről fiatalon került ide apukámmal, és ugye mind a ketten a kereskedelemben dolgoztak, és ők irányítottak, abszolút támogatták a sportot, tehát folyamatosan, ugye apukám jött minden egyes mérkőzésre, szurkoló szurkolótábor vezére volt, de mindig is megvolt az a, az, a, az a szándék, hogy tudnom kellett. Ugye abban az időben mi még nagyon nem kaptunk pénzt azért, hogy sportoltunk, valami kis minimális kalóriapénz azért volt, de tudtuk, hogy ebből nem fogunk tudni családot eltartani, egzisztenciát kialakítani, és akkor akkor Tulajdonképpen apukám tanácsára választottam ezt a szakmát, volt két-három dolog, amit tetszett nekem is, de az ő ötletét, tanácsát elfogadva indultam el tulajdonképpen a, az optika irányába. Így van, irányába, és az prosperálma van. is, hiszen nem És nem is a mai sőt, napig is ezt, így igen, van. és én is szeretném egyébként, a nagylányom épp a napokban vizsgázik, és szeretném, hogyha ha az én gyermekeim is a későbbiekben ebben Említetted részt a családi hátteret. Az nagyon fontos volt ezek szerint édesapád, édesanyád, neked. A családi háttér alapvetés, és a, mi most, amikor azt látjuk, már a felnőtt Danit látjuk, akkor őt is a tudatosságáról ismerjük meg elsősorban. Hát méha egy kicsit szeles, de hát miért is, ne kóger, ja. ugye le sem tagadhatná. A tehát tudatosan készültél a pályára, és itt most már az edzőségnél tartunk, hogy mennyire volt tudatos az edzős, az edző, hogy választásod, hogy edző szeretnél lenni. És ugye, mert kialakult, egyik pillanatról a másikra ott voltál vezetőedzőként, aztán utána ifi, junior, Igen. de ezek, menjünk fel, ezek lépcsőfokok voltak. Hogy lettél edző, hogy vált belőled edző, nem a papírra gondolok elsősorban, hiszen ez is egy folyamat, amit meg kell tanulni. Igen, ez nagyon érdekes volt, mert játékosként soha nem tudtam elképzelni, hogy edző legyek. Játékosként nem is készültem az edzői pályára. Akkor, mikor megsérültem és befejeztem a hokit, akkor eltávolodtam, akkor nagyon mérges voltam mindenkire. Akkor, akkor össze voltam veszve a világgal. Egyébként nagyon nehéz időszak volt, megmondom őszintén, akkor volt, két vagy három üzletem volt az országban, több helyen is volt üzlet, meg volt már a két gyermekem, tehát meg volt az elfoglaltságom tulajdonképpen, meg volt a feladatom az életbe a sporton kívül, de mégis egyszerűen rendszertelenné vált az életem, nem találtam a helyem, nem volt az a fix kötöttség, mint ami egy sportolónak, hogy nekem 8 órakor a jégpályán kell lennem, 8 óra 10 kor el kell mennem melegíteni, 9 óra 0-0-kor a jégre kell lépni, és a többi. Olyan rendszertelenné vált az életem, meg voltak a feladatok, de mégsem találtam a helyem. Eltelt az az időszak, hogy ugye kikerültem a hokiból, és a, a Kis Tibort kérte föl akkor a Gábor vezetőedzőnek a csapathoz. Magyar edzőként, és a Tibi, mint aki előz, előtte még játékos ezt a feladatot nagyon szívesen elvállalta, de szerette volna, hogy legyen egy olyan segédedzője, aki székesfehérvári, aki jól ismeri ezt a közeget, Tehát aki egy jól ismeri a srácokat, így van, és akkor merültem én fel, mint ötlet a Tibi és a Gábor közös közös szüleményeként, hogy hát itt a, itt a Kókusz, ugye mondjuk, ez még most nem hangzott el, ez az én jégkoromban Igen. használatos becenevem. Hát itt a Kókusz Fehérvári sokat ö, látott ebből a sportból, játszott itt jó néhány évet. Mi lenne, ha, ha őt megkeresnénk? Jól esett? És, és hát borzasztó, jól esett, ugye az Ocskai Gábor felhívott telefonon három év után, úgyhogy nem beszéltünk, és annyit mondott, hogy Nekünk le kellene ülni egy kávé mellett, átbeszélni a dolgainkat. És akkor én annyit mondtam, hogy Gábor, hogy ha te engem meginvitálsz egy kávéra, leülünk, akkor nekünk nem kell már a múltat megbeszélni azzal lezártuk azt, ami előtte volt, és akkor elindult egy új sztori, és aztán egyre inkább úgy ebbe a, ebbe a szerebbe beleéltem magam. Olyan vagyok, aki ha valamibe belekezd, akkor azt igyekszik abba elmerülni. És aztán én ebbe az edzői pályába elkezdtem nagyon komolyan beleásni magam, amit, ami lehetőségem adódott, mindent megpróbáltam megtanulni és, és, és kihozni belőle. Hát először. Azért felnőtt csapatot edzeni az egy kicsit más nyilvánvaló, hiszen jószerűvel társak voltatok. Ó, oh, hogy ne. Hát, uh... Ugye kettő és fél évig csináltuk együtt a Tibivel, bajnokok lettünk hosszú-hosszú év, évek után, ugye 81-ben volt bajnok a volán, és aztán mi később a Tibivel 99-ben sikerült bajnokot faragnunk az akkori csapatból, és aztán a következő szezon rosszul kezdődött, a vezetőség úgy érezte, hogy a Tibinek már nincs meg a fogása a csapaton, és akkor felkértek engem vezető edzőnek. Nos hát én borzasztóan menekültem a feladat elől, először nagyon nehezen akartam a be beleállni, mert azért jó olyan játékos volt még akkor a csapatban, akikkel én előtte együtt azt gondoltam, hogy én mondtam is akkor a Gábornak, hogy most kellene egy jó külföldi edzőt idehozni, én mellette másod edzőként még szívesen dolgoznék egy pár évet, aztán majd eljön az én időm. De akkor a vezetőség úgy döntött, hogy nekem szállja ezt a feladatot, és akkor két és fél évnyi másod edzőség után a totál mély vízbe beleugrottam, elvállaltam a csapatot 99-2000 szezonban vezetőedzőként, ráadásul egy egészen új csapatot kellett építenünk akkor, mert Dunajvárosban jó néhány játékos, akkor kerültek ide a, a Simon Tőkési, az Orsó Laci, jó néhányan új külföldi játékosaink voltak, szovjet kapus volt akkor a csapatnál, tehát teljesen előről kellett építkeznünk, és az Interligában, a mostani Ebelnek az elődjében az Interligában nemzetközi megmérettetésben is szerepelt a csapat. Úgyhogy az volt az igazi mélyvíz, talán azt gondolom, hogy onnantól, gondolom azt, hogy tényleg aztán már készültem arra, hogy hosszú távon edző lehessek. Akkor most beszéljünk a fiatalokról, és beszéljünk a légiós dömpingről. A kettőt nem lehet külön-külön kezelni, hiszen egyik oldalon én azt tartom, hogy a fiatalokat nagyon sokat segíti a minőségi légiós egyik oldalról. Igen. Tehát van vezető út felfelé, hogy ho hova lehet eljutni. A másik oldalról a csapatnál sem mindegy, ugye. Ez a kettősség te, aki a lébel juniorban is, és az IFI-ben is vezetőedző voltál, és felhoztad azokat a játékosokat, akik ma már magyar válogatottak felnőttben, azért tudod a különbséget. Tehát akkor most a légiósok, vagy fiatalok, vagy megfelelő arányban mindkettő? Nagyon fontos, azt gondolom az utolsó mondatot, hogy megfelelő arányban mind a kettő. Azért a légiósok azt gondolom, hogy hozzá tudnak tenni. Tehát hiába, ha nincs megfelelő edzés tempó, ha nincs, meg, nincs, nincs kitől tanulni, nincs kitől látni azt, hogy nekem még azért előlép kell lépni. Hiába, hogy ezek a srácok azért manapság már, ugye a televízióban nézik a, a hokit, folyamatosan nézik az interneten az összefoglalókat, tehát látják, hogy a világ élvonala ahol jár, de azért mégis kézzelfoghatóan a pályán egy egy az egyenleni küzdelem, egy harc, egy, egy, egy játékszituáció, egy emberelőny megját, azért óhatatlanul még nagyon sokat tanulnak a külföldiektől. Ettől függetlenül nekem az idei szezonra ugye ezt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a, a Móligában szereplő felnőtt csapatunknak lehetek a vezetőedzője. Ez az egyik elvárásom volt az első beszélgetésnél a vezetőséggel szemben. Hogy ugye nekünk van egy top csapatunk az osztrák bajnokságban, az ebel, Ebelben induló csapatunk. Nekünk ez a második csapat ne arról szóljon, hogy itt is 5-6-7 idegen légiósnak lehetőséget adva fizetésért játszani, vegyük el a lehetőséget a fiataloktól, hanem hozzunk egy-két külföldit. Például itt van a csapatkapitányunk a SUB személyében, aki nem olyan nagyon-nagyon jó játékos. Ő egy igazi csapatember, egy igazi olyan kapitány az öltözőben, egy igazi olyan vezér egyéniség a jégen kívül és a jégen is, aki, aki nem lett volna, akire óriási szükségünk volt. Persze a jégen is mindent megtesz, a játékával is igyekszik, de ő mentálisan ö, ad, ad sokat a srácoknak. Van egy másik csatárunk, ezek High just személyében, ő egy borzasztó technikás, gyors, kombinatív, tehát őtőle pedig onnan tudnak a srácok elvenni. Úgyhogy van három mezőnyjátékosom, két kapusom, külföldiek, és az összes többi pedig fiatal azért egységes. titánok. Így van, van, ezért lett a titán. Tehát azért, névénye. hogy gyerünk föl, föl. Így van, pontosan. Erőben, ritmusban, gyorsaságban vegyétek fel a ritmust, mert hogy ott van a, az erdélyék, a stb. nem sorolom a fiatalok nevét, akik már 18-19 esztendősen először csak kopogtattak, dörömböltek, aztán berúgták a nagyválogatott ajtaját, hogy itt vagyunk, érem szépen, és ma pedig már kiadhatatlanok. Így van, pontosan. Beszéljünk a Daniról, egyengedted az útját? Hát mondhatom, hogy nem akartuk minden áron, hogy jégkorongozzon, de azt gondolom, hogy minden karácsonyra hokiütőt kapott, meg korcsolyát kapott, meg kesztyűt kapott, tehát egyenes volt az útja, és ő alany volt erre. Még akkor is, hogyha azt hiszem három, három, három és fél éves volt, amikor először kivittem a pályára, akkor szereztem neki egy kis pici gráf, hoki hokikorcsolyát, 29-es méret volt az első, ha jól emlékszem, és kivittem a pályára, és hát az Istenért nem akart korcsolyázni. Kettőt esett, és, és hogy apa, ne, 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 menjünk haza, mert otthon van a bot és a mamának lehet kapura lőni, de ott nem csúszik legalább a talaj. Tehát akkor hazavittem, és akkor nem, gondoltam, hogy nem erőltetem, nem akarom, hogy ez egy negatív élmény legyen a számára, megvárom. Kivártam egy kis időszakot, megint megpróbáltuk, abban az évben nem volt nagy sikerélményünk a jégen. De aztán a következő szezon, mikor már kezdődött, akkor már ő kopogtatott, hogy, hogy szeretne, szeretne jönni a jégre, és aztán onnantól már, már ugye ő, magától is akarta ezt a sportot, a nagyszülők nagy segítség voltak, akkor én is ugye játszottam is profi játékosként, ugye meg voltak az üzletek is, borzasztó elfoglalt voltam, ott a nagyszülők nagyon nagy segítség voltak abban, hogy hozták, vitték hát, a Danit, kötötték a füzőjét és a többi. egy családi összefogással mindenki. Épült szép, a dinasztia. Apropó, még egy sportágról nem ejtettünk szót, pedig azt hiszem, hogy ez nem maradhat ki ám a cross motor. Tehát az az időszak, én egyébként elvesztettem a fonalat, egyszer olvastam a sikereidről, amikor megígértett, hogy szenior bajnoki címet nyersz, aztán én ott abba hagytam, valahogy eltűntél szemről, mármint cross motor szemmel. Igen, hát gyerekkori nagy kedvencem volt a motorozás, és amikor ugye a hoki kiesett, ahogy az előbb is említettem, Igen. akkor hiányzott valami, egyrészt az izgalom is, meg a rendszeresség. Hát az izgalom részét ez, ez borzasztó jól megadta, volt egy kis baráti társaságom, motorversenyző srácok, akik akik hívtak, hogy gyere, próbáld, meg tudjuk, hogy régen motorosztál, biztos tetszeni fog, és elmentem. És hát egy egészen más sport, mint a hoki, de, de az adrenalint és azt a, azt a fajta izgalmat egyértelműen megkaptam tőle, amit a a hoki kimaradása ö, hiányérzetként felvetett. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem három vagy négy évig ö, rendszeresen edzésekre jártam, ö, fejlesztettem magam, elindultam a senior bajnokságba, és aztán megnyernem nem sikerült, de szenior összetettben harmadik ö, helyen végeztem egy évben. az volt a, az akkori csúcs, volt olyan futom, amit sikerült megnyernem, de úgy összességében a társaság, maga, a sport, az volt, ami, ami, ami nagy segítség volt ahhoz, hogy szépen a hokiból No, tehát akkor a mostani helyzetben a titánok vezetőedzőjeként, ahol az elsődleges feladatot, hogy felépítsd azokat a fiatalokat, akik majd az ébelben szárnyalnak egy-két esztendő múlva, ez egy fontos dolog. A másik oldalon a család életet tökéletesen rendben van, minden működik. Ugyanakkor én még olyan nem láttam, hogy ne lettek volna terveid most az, hogy a kilencedik tegnap nyertetek az Újpest ellen, három re az rendben van, Én nem is csak a jégkoromról, általában milyen gondolatokkal indulsz neki a következő napnak? Vannak-e olyan terveid, amit még szeretnél megvalósítani? Igen, nagyon nehéz. Igazából abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tényleg amit úgy, amit úgy igazán szerettem volna az életben elérni, az az úgy szerencsére megadatott sportban is, sikerült eljutnom a válogatottságig. Azt hiszem, hogy edzőként is egy olyan klubnak lehetek a, a, az alkalmazottja, ami tényleg nagyon komoly utat jár be a Magyar Jégkorong pályán. Most már vannak persze rivális klubok, és ez tök jó, mert a Magyar Jégkorongot ezik egyértelműen előre viszik. Én azt gondolom, hogy, hogy mint ahogy pont a tegnapi mérkőzésen, ha én egy 99-es születésű játékosnak tegnap lehetőséget tudok adni egy ilyen felnőtt bajnokságban, és ő egy, egy gólpaszt ér el, nekem az egy akkora öröm és beteljesülése a munkámnak, hogy azt gondolom, hogy túl nagy ilyesmi terveim, vágyaim nincsenek. Ebben szeretném még kielni magam. Én nagyon szeretném, ha egy a magyar jégkorong részt vehetne. Ugye egy álcsoporton már sikerült ott lennünk, de az olimpia mégis az, ami a, a, a sportolóknak a csúcsa. Ha egyszer sikerülne egy téli olimpián a magyar jégkorong válogatottnak részt venni, és akármilyen pozícióban, hanem hogy Isten, én ott lehetnék a csapattal, az is bizonyára egy nagy örömöt jelentene nekem. Egyébként ez egy picit olyan hiányérzet számomra, hogy nagyon sokat dolgoztam különféle korosztálynál, Egyetlen egy olyan szezon volt, amikor felkértek az U-20-as válogatott másod edzőjeként, egy kanadai edző mellett szerepeltem akkor, és az, az, az nagyon jó érzés volt akkor. Ráadásul az én csapatomból volt 11 játékos abba, abba a válogatottba. Én azt gondolom, hogy hogy szeretnék adni annyit magamból a magyar ékoromnak, hogyha ha van lehetőség arra, hogy akár valamelyik válogatott korosztálynál is ott tudok lenni, akkor, akkor nem, is, nem is igazából ez olyan karrierépítés, hanem egy picit annak a munkának az elismerése, amit mit Fehérváron történik. Most én köszönöm minden sport és jégkoron kedvelő székesfehérvári és magyar nevében, amit tettél mindez ideig a jégkoron, de nincs kétségem felőle, hogy ezek a tervek valóra válnak, hiszen ahogy ismerünk téged tűzön-vizen át. Köszönöm, hogy itt voltál velünk és megtiszteltél. Én is köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink a fejérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kóger István volt a Fehérvári Tinlánok vezetőedző, egykori válogatott jégkorongozó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!